Mi történt? kérdezte aggódva idős fele barátja. Azt mondta, hogy az ön számításai hibátlanok ugyan, de fizikája visszataszító. Nekem végem van szakmailag. Ugyan, Zsors, nem mondj ilyet. Isten látja, milyen nagyszerű dolgot művelsz, az ő igéjét szolgálod, és a tudományoddal is az egyházat támogatod. Isten meg fog védeni, mert szeret téged. A mi oldalunkon áll az igazság, Hol mondták ezt neked, hogy visszataszító, mit csinálsz? Hát ez a baj. Pont, hogy a szóvai konferencián mondták ki a halálos ítéletemet, hüppögte a fiatalember. Ugyan már, Zsorzs, ne beszélj butaságokat, mondta az ak az igazság mindig győzni fog. Miről beszéltél? Az ősrobbanásról nyerte vissza kedélyét Zsorzs, ahogy kedvenc témájára gondolt. Az ősrobbanásról, az ex nihibuló tudományos magyarázatáról kérdezett vissza az öregebb férfi. Nem akarom ezt állítani, mondta akkódva Zsors. Mert mi van, ha az elmélet mégse állja meg a helyét tudományosan, és emiatt megkérdőjelezik a katolikus egyház összes tanítását? Szent Ágoston is azt mondta, hogy nem szabad hanyat homlok rohannunk, és visszavonhatatlanul az egyik értelmezés mellett letennünk a garast. Számításaim pedig jók, és biztos vagyok abban, hogy az univerzum keletkezése visszavezethető egyetlen időpontra. És az egyetlen pillanatra is, mind matematikailag, mind pedig fizikai törvényszerűségek alapján. Két út vezet az igazsághoz. Én úgy döntöttem, hogy mindkettőt követem, és számomra most már csak egy út létezik. Zsorzs, mindig azt mondtam neked, hogy Isten kutató gondolkodással áldotta meg az embert, és az Úrnak tetsző dolog, ha az ember a teremtett univerzumot is fűrkézi nem csak Isten szándékait. Pedig minden szám stimmel. Nem lehet másképp. Úgy érzem, és közben a papi galériát igyekezett meglazítani, hátrány jelent az, hogy Isten szolgálom egy-egy istentelenebb világban. Mit is állítasz pontosan? kérdezte érdeklődve a plébános. Azt, hogy a világegyetem nem volt állandó, vagyis az Einstein-féle általános relativitás elmélet úgynevezett kozmológiai állandója nem tartható a továbbiakban. Nem értem, vakarta meg a fejét a figyelmesen hallgató öregember. Szeretettel köszönjük a Hit Rádió hallgatóit, én, én Marga Zoltán műsorvezető vagyok, ez pedig a Tört Percek, és a Tört Percekben Lovászli László lángoló szírmok könyvéből olvastam fel most is egy részt, és itt van velünk a stúdióban a szerző, Szerbusz László, üdvözöllek. Szerbusz, üdvözlöm, a token? És itt van Máté Áron történész is, akivel az elmúlt időszakban mindig megvizsgáltuk a történelmi kontextust, és ezzel a felütéssel el is veszem majd tőle a szót, de ezért üdvözöllek, Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Hisz azért talán a szövegkörnyezetből kiderült, hogy a múltkori rész ugyan a lengyel-orosz háborúval fejeződött be, de nem tudunk most egy ilyen nagyon erős történelmi kontextust találni ebben a mostani fejezetben, annál inkább filozófiait, vagy talán tudománytörténeti oldalról megközelítve. Úgyhogy László, most téged kérdezlek akkor először, hogy hogy került a könyvbe ez a fejezet, mit kell tudni erről, mit tartottál itt fontosnak? Amikor először találkoztam ezzel a, a bizonyos pappal, kutató pappal, aki később, 1954-ben és 56 ban mind a, a fizikai, mind a kémiai Nobel-díjra is jelölték, de nem kapta meg egyik alkalommal sem, a számomra egyértelművé vált, hogy nagyon sok mindent nem tudunk a múltról, a múltunkról még a tudomány berkeimben dolgozó emberek sem ismerik a nemét olyannyira, hogy egészen a 20. század első évtizedig várni kellett, hogy ezt a tudományos eredményt, vagy tudományos kutatását törés a szélesebb nyilvánosság is megismerhesse, amikor a Hubble teleszkópot átnevezték, és kiegészítették az ő nevével is. És ez azért volt egy számomra egy, egy megdöbbentő esemény, vagy megdöbbentő új információ, mely itt arról van szó, hogy van egy nagyon ö, kezdetben ö, elutasított ö, keresztény tudós, aki ugye megkérdőjelezte az Einstein-i kozmológiai állandót, és akkor most el is lövöm a poént, hogy ezt a bizonyos elítélő nyilatkozatot az ő munkásságával kapcsolatban pont Einstein tette, méghozzá olyan módon, hogy lényegében a szakmai karrierjének pár évig befejezett, mert teljesen hiteltelenné vált a tudós közönség számára ez a pap. És ő viszont meg azt mondta, hogy ez a kozmológiai állandó ami Isten lefektetett, ez megdőlni látszik azzal, hogy matematikailag alátámaszható, hogy a szövegből is kiderült, alátámaszható, hogy a teremtés az egyetlen időpontban a indult meg, vagy keletkezett. olyannyira, hogy később, és ugye több történetben írok e Istenül, vagy úgy direkt módon, hmm. vagy indirekt módon, és ugyanakkor számomra Eisten Isten ekkor válnik szimpatikussá teljes, mert eddig is szimpatizáltam vele, hiszen elképesztő kuponyáról van szó, de akkor vál számomra különösen szimpatikussá, amikor néhány évvel később Kaliforniában, amikor már elismerték a Lamacűrnek a, a nyilvánosság elé kiállt, a tudós nyilvánosság elé kiállt, és a következőt mondta. Ez a teremtés leggyönyörűségesebb és legkielégítőbb magyarázata, amit valaha is hallottam. Tehát ez Einstein szabai voltak, és ezzel gyakorlatilag azt mondta, hogy a, a tudomány, a vallás és a hitnek a területei, azok nem teljes mértékben kell, vagy szükséges, vagy lehetséges szétválasztani, hanem minden területet, minden... Uh, értéket a saját értékeinkkel megítélni és és Ugye mind azért kutató emberek vagytok, és engem ami ledöbbentett ebbe a történetbe azért alapvetően azért az volt, hogy egy, egy azért szakmailag felkészült, tanult emberről beszélünk akkor, amikor beszélünk hogy hogy lehet az, hogy egy kutatói társadalmon belül, egy kutatói szkénán belül gyakorlatilag így le lehet blokkolni egy folyamatot. Tehát, hogy valaki kimond valakire valamit, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, ő, ő hát szinte itt azt lehet mondani, hogy a sorokban is, amiket te így novellaszerűen megfogalmaztál, ez nagyon jól látjon, ő gyakorlatilag itt elveszve látta magát. ezt így, hogy látjátok, hogy ez már mai nap a szakértők világa, tehát ugye mindenben is szakértők tud lenni. Szóval erre most azért tudok válaszolni, mert nekünk a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál van egy hasonló fejleményünk, ugyan nem mérhető természetesen az ilyen jellegű természettudományos áttörésekhez, de a magyar történelem szempontjából talán fontos, hogy igyekeztünk feltárni az 1945-ös földosztás hátterét, lebonyolítását mm. annak szovjetek általi inspirációját, még akkor is, hogyha kellett, meg, meg hát nekem felmenneünk között rengeteg parasztember voltál uh -huh. földre vágytak, ezt tegyük félre, illetve feltártuk a tss esítés iszonyatos hátterét, uh -huh. amikor öngyilkos hullám lepte el Magyarországot, megtört sorsokat hagytak maguk után ezek a verőkommandók, amiket a kommunisták küldtek ki, és valahogyan ez a munkásság, amit munkatársaim igyekeztek elvégezni és feltárni ezeket az eseményeket, néhány kiemelkedő történésznek, leveltárosnak nem volt innyire, Néha az ember már-már úgy érzi, hogy kimondták ránk a fatvát a Nemzeti Emlékezet Bizottságára, és, és, és ezek a mai napig előfordulnak. Emögött nagyon sokszor az emberi hübrisz áll, tehát az, amikor valaki magának vindikálja a jogot a sors fölötti rendelkezésre, itt ugye a tudás alapján. És én azt gondolom, hogy az a fajta alázat, Hiányzik ilyenkor, ami ezekben az emberekben Aha. ott volt. Most azért pillanatra gondoljunk bele. Tehát nincs, nemhogy számítógép, számológép sincs. Nem tudom, hogy a hallgatók közül a fiatalok ismerik-e ezeket a nyomkodós számológépeket, amivel mi ugye gyerekkorunkban a matematika órán. Még azért megoldottuk, igen. Tehát nem, vannak mondjuk függvénytáblázatok, esetleg logarvét, de tehát ezek véres verejtékkel, kézi erővel és a saját eszükkel számolták ki ezeket a borzalmas összefüggéseket és egyenleteket, és mindezt egy olyan világban, ami nem egy fogyasztói világ volt, nem egy fogyasztói, nem, nem, nem a bőség társadalma mm. volt. Mm. Tehát itt azért az, hogy van-e ennivaló vagy nincs, persze általában volt. De nem úgy, mint most, hogy a hűtőbe benyúlunk, instant kiveszem, és esetleg kidobom a felét, amikor, amit nekem ez nem szokásom, de azért ez manapság igen, van. Igen, igen. Hát, és egy ilyen világ van, és mennek előre, és egy hit hajtja őket. Én azt hiszem, hogy ebből a történetből ez a legfontosabb. A, a másik aspektus, amir, amire szerintem azért érdemes rámutatni, hogy te is utaltál ugye a, azzal, hogy a a tudományban gyakorlatilag őról aztán, még hogyha kvázi kapott egy szerzőtársat is, akkor is, de egy, egy, elismert személyé vált, hogy, hogy ennek a tudományos hasznait, tehát a tudományos eredményeknek a hasznait, ugye akár még a názát is ide lehet emelni, használják. Ö, már most arra gondolsz, igen. hogy a csillagászati igen, 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 igen. Hát én azt gondolom, hogy a 20. század abból abban a szempontból egy fordulópont az emberiség történetében, hogy egyre inkább elkezdtük tudni mérni azokat a az elméleteket, azokat a, a tudományos hipotéziseket, alátámasztani képessé váltunk. Ugye a, akár a csillagászatot nézzünk, akár az űrtechnológiát nézzünk, a hordaszállás is. Ebben tetőzött ki, csúcsosodott hogy, ki, hogy azok a tudományos elméletek, amelyek a 10-20-as években uh, kialakultak, létrehoztak, azok, azok ide vezettek. Most azért, azért szeretném jelezni, hogy például a, a, a anyagtudomány, vagy akár a csillagászat területén a görögök egyképesztő teljesítményt tettek le az osztára. Tehát amikor azt hiszem, hogy annak Szimandrosz volt az első a Krisztus születése előtt évszázadokkal, aki, aki azt mondta, hogy valószínűleg a Föld úgymond a semmibe van, és a különböző természeti erők ha, ha, tartják a semmibe, és azok mozgatják. Tehát nem egy atlasz viselni a, a vállán, nem pedig lapos a Föld, és azért nem. Azért nem, azért nem igen. Tehát, hogy, tehát, hogy elképesztő szellemi teljesítménye voltak képesek a, a méghozzá nagyon régen. Az egy másik kérdés, hogy a, a még régebbi civilizációkból mi maradt ránk, hiszen ha azt nézzük, hogy az a kollektív emberi tudás, az hogy öröklődött, tehát ugye az özönvíz történetét lehet venni alapul, hogy minden nagy civilizáció történetében, eredet történetében ugyanúgy ott van meg azok az emberek, alakok, akik az ünnepvíz után létrehozták az új társadalmat, létrehozták az új életet, azok minden civilizációnak történetében ugy ugyanúgy előfordulnak, Azok az okos emberek, akik újra megalkották, azok a tudós emberek, akik ezt mindezt lehetővé tették, Ebben a történetben én úgy gondolom, hogy az a legfontos, két, nekem két fontos ö, aspektus volt, ami különösen fontossá vált számomra, amit Áron is említett, ez az alázat. Tehát Einsteinnek a, szerintem a legfontosabb, mind a mai napig ö, ö, követendő tulajdonság az az, hogyha téved van, aki, akkor az ne féljen attól, hogy elismeri, hogy téved. Mm. Tehát ez szerintem a legfontosabb. Igen. A Igen. másik pedig az, hogy hogy attól, hogy valakinek van egy jó ötlete, valakinek van egy jó gondolata, az igenis merje leírni, és igenis ne féljen attól, hogy a szűkabb vagy a tágabb közös, közönség mit gondol róla. Mert a tudomány az nem arról szól, hogy ki mondja, hanem arról, hogy mit mond. És sajnos a, a, a társaságok, meg a különböző öm, körök, meg a különböző öm, öm, együttműködéseknek mindig ott van a, a hátulnyitője, hogy egy idő után már nem tudja, nem is akarja befogadni sem az új ötletet, sem pedig azt az embert, aki esetleg képes a, 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 egy új gondolatot megjelenteni és meghonosítani. E Isten is mégis ezzel is küzdött, hiszen a, amikor 1900-es évek elején lefektette az elméletét, őt sem vették komolyan annyira először, és neki is meg kellett küzdeni, hogy elismertessék. Ugye azról számolnak be különböző tudományos folyóiratok ebben a korszakban, legalábbis aminek így sikerült utána menni, hogy, hogy hát ha, ha nem is azonosul valaki azzal az elmélettel, hogy a teremtés az hozta létre a világegyetemet, és emiatt nem egy végtelen, hanem egy véges körülmények között működik ez az egész rendszer, akkor is adáig biztos, hogy eljut valaki, hogy a tudománynak vannak határa, és onnan valami más kezdődik. Tehát, hogy korlátosak vagyunk emberileg tudományosan egy adott feltérképezésre, egy adott kutatásra. Meglátásatok szerint a korszak, tehát amiben vagyunk most ugye a 20-as, -30 30-as évek között járunk most a, a, a könyvi ö, ö, időbeosztás szerint. Az mennyire tudott azonosulni ezzel? Vagy? Csak, csak egy gyors közbevetés, hogy ugye az előző történetekben az eugenikáról, meg a darbizmusról beszéltünk. Azért is, az, az, is kérdezem. Tehát, hogy, a, tehát, hogy ez az egész darwinizmus egy tulajdonképpen az Istennek a szerepét, meg a hit, meg a vallásnak szerint zárójelben tette. És ebbe a korszakba érkezik bele ez a pap, aki azt mondja, hogy már pedig matematikailag alátámozható a, a, Big Bang, vagyis a nagy boom, és, és, ő maga az, aki aggódik amiatt, hogyha mi lesz akkor, hogyha mégsem igaz az ő állítása, és az egyház, mármint a katolikus egyház, elfogadja ezt az új elméletet, mert akkor az összes tanítást is diszkreditálja. Hmm. Szóval egy nagy kiábrándulási korszakban vagyunk az első világháború után. Nagyjából a 19. század közepétől van egy, egy, egy ilyen végteme hit, ugye a csecsemővelkű szobatudósok korszaka, akik a, csak, 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 gazdagítani akarják az emberiséget találmányaikkal, a, a nagybetűs haladás, akkor, akkor a nagybetűs civilizáció, mm. és, 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 egy, tényleg egy ilyen utopisztikus hit, hogy most aztán már gyakorlatilag a földi kánaámba érkezünk, a nagybetűvel írott Istent, a, 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 a keresztények úristenét, a gondviseléssel igyekeznek helyettesíteni. Uh -huh. Nagyon bevett formula lesz ekkor. És az egész valahol egyébként a felvilágosodásban gyökerezik, de, de az első világháború megtöri ezt a naív hitet. Tehát kiderül, hogy az ember nem jó. Hmm. Tehát, hogy nem, nem Paráexelens jó, hanem úgy van megteremtve, hogy eredetileg jó volt, azután pedig az áteredő bűnnel bejött a fehér mellé egy fekete komponens is, és amióta létezik a történelem, ez a kettő megjelenik. Nem, tehát az emberi természet olyan, hogy nem tudunk egyiktől vagy másiktól végleg elköszönni, hála Istennek, mert mint az egyikre vonatkozóan. És, és az első világháború megtöri ezt a hitet, és, és egy, egy, egy útkeresés uh -huh. fázisában vagyunk. Európában Különösen az Amerikai Egyesült Államokban Lincoln Stephens, egy nagy közéveti gondolkodó, ugye azt mondja, hogy volt Szovjet Oroszországban, és idézem, a jövőben jártam és működik. Hmm. És utána hozzáteszi, hogy igazából Európa az kész kalap-kabát vége. Csak az amerikai vagy a szovjet út marad az emberiségnek, idézem megint, fajtánk egyik vagy másik módon még megmenthető. Tehát az első világháború gyakorlatilag a teljes pusztulást ö, ö, képét idézte föl az addig virágzó Európa központú világ helyére, maradt ugye az Egyesült Államok képviselte amerikai életforma illetve hát amiről ugye nem sokan tudták, hogy mi lesz, a szovjet uh -huh. évet forma. Jó, ennyi jutott mára. Én köszönöm dr. Máté Áronnak, dr. Lovászi, bocsánat, mindig el, Lovászi Lászlónak, hogy itt voltatok a mai adásban velünk, és ö, Hát egy érdekes területre fogunk menni, egy kontinensnyit ugrunk mindenképpen, vagy kettőt, kettő kontinensnyit, mert Ausztráliába fogunk majd menni, de maradunk a 20-as, 30-as évekből, úgyhogy várjuk vissza a hallgatókat is, és akik az eddigi adást esetleg nem tudták meghallgatni, az a YouTube csatornáján, a Hitrádi YouTube csatornáján törpercek adássorozat alatt meg tudják nézni, úgyhogy javasoljuk, hogy kövessétek is vissza ezeket az adásokat, mert most is érzékelhető volt, hogy elhangzanak olyan információk, amik vissza-vissza utalnak egy korábbi adásra. Úgyhogy várunk benneteket a következő adáskor, és köszönjük, hogy itt voltatok.